alapja a parlagfővárosban. Az Agrárminisztérium és a Belügyminisztérium támogatásával, valamint a Készenléti Rendőrség légirendészeti szolgálatának segítségével helikopteres parlagfő ellenőrzést végeztek a szakemberek Heves megyében. A kormányhivatal elsődleges célkitűzése, hogy segítse a földhasználók önkéntes jogkövető magatartását, ugyanakkor feladata a parlagfüves területek helyszíni ellenőrzése is. Huszárné Bodor Éva elmondta, hogy a légi felderítés hatékonyan egészíti ki a drónos és földfelszíni munkát. A kollégák a mai nap folyamán fölmért GPS-szel beazonosított területet, földi körülmények között is körbejárják, és a jogszabálynak megfelelően több törésponttal is beazonosítják. A levegőből láthatók olyan területek is, amelyek a földi terepi felderítés során vagy egyáltalán nem kerülnének képbe, vagy pedig nehezen megközelíthető, nagy kiterjedésű területekről van szó. A parlagfű felderítésben a technikai eszközöknek tehát meghatározó szerepük van. A szakemberek a koordináták ellenőrzése után a Készenléti Rendőrség helikopterével szálltak fel a gyöngyösi Pipishegyről, és megkezdték az ellenőrzést. A légi felderítés közben 150 ezer hektárnyi területet vizsgáltak át a szakértők. A gyomnövény a legtöbb helyen most a virágzás és a pollenszórás állapotában van. A legnagyobb gócpontokat a gabonatarlók jelentik.